Folytatjuk az Eliupot, az EMC mikro alkalmazásban teljes egészében visszanézhető az Eliup, a YouTube-on pedig várjuk a kommentek közé a véleményeteket arról, hogy szerintetek mi az alapszakasz hátralévő időszakának 5 legfontosabb kérdése. Mi most nem igazán az 5 legfontosabb kérdést, hanem 5 csapat szempontjait fogjuk végigvenni a The Athletic vitaindítónak szánt cikke alapján, akik egészség, szükséges igazolások és elvégzendő feladatok témakörében jártak körül 5 csapatot. Kezdjük is a Brooklyn Netszel, Kornél, hogyha már náluk fejeztük be legutóbb. Dragicnak nagy szerepe lesz ebben a csapatban? Én azt mondom, hogy fontos szerepe lesz. Mindenképpen fontos szerepe. Egyrészt ugye a kapcsolata Steve Nash-re, másrészt a tapasztalata, és amit a Miami-ban az utóbbi években letett, azt nem kell magyarázni. Másrészt meg szükség van egy olyan játékosra, én azt hiszem, aki úgymond irányító. Tehát amellett, hogy ő tud azért pontokat is dobni, nem feltétlenül az lesz a feladat, hogy pontot dobjon, hiszen hogyha mindenki egészséges, akkor azért van két olyan játékos, aki bőven tudja hozni a pontok zövét. Úgyhogy inkább ő lesz az, aki a facilitator, aki ugye úgy mondja az angol, aki megcsinálja a helyzetet, a csapatot mozgatja és megtalálja a helyes döntést, hiszen és valamennyit levesz talán Kyrie Irvingnek a labda vezetéséből. Tehát ilyen szempontból azt hiszem, hogy fontos lesz ő. Nem nagy megfejtés, de azt hiszem, hogy ő az a játékos, aki a legközelebb áll ahhoz, amit Steve Nash tudott a pályán. A jelenlegi Brooklyn Netsből, és hogyha van egy ilyen játékosod, az mindenképp segít. És egyre kevesebb ilyen van a ligában ez a típusú játékos. És érdekes, hogy a Hitnél is, ha emlékezhetünk, ő ugyan a padról szállt be nagyon sokáig, és amikor jöttek a nehéz mérkőzések, már előlépett kezdőnek. Igen. És ott is tudta hozni magát, úgyhogy ez se véletlen, hogy Spoelstra ő rá ekkora hangsúlyt helyezett. És hogy kire lesz szükség a Brooklyn Netsnél, azt most nagyon-nagyon nehéz megmondani. Egész egyszerűen azért, mert az egészség kérdés körében annyi kérdést kell Steve Nashnek, hát mondanám, hogy megválaszolnia, de igazából várnia a választ kérdésekre, hogy az egy 8. helyen álló, bajnok esélyesnek mondott, de azért nehéz helyzetben lévő csapatnál a szinte megválaszolhatatlan kategória. Inkább azt mondanám, hogy én szerintem hiába tartják pokoli esélyesnek ezt a Brooklyn Netset. Ha ez a Nets innen meg tudja nyerni a bajnoki címet, akkor az Steve Nash mestermunkája, mert láthatjátok a táblázatot, 8. tehát play-in helyen van jelenleg a Brooklyn Nets együttese, akkor is, ha nincsenek különbségek a csapatok között, nagy különbségek, de Ben Simmons mikor játszik? A héten visszatérő Kevin Durant milyen lesz? Irving mikor játszhat minden mérkőzésen, és mikor nem? Dragicot hogy építem be? Sok a kérdője, nagyon, és nagyon jól mondod, és nem véletlenül nem mondtam Simmons, és csak azért mondtam Dragicot, mert ugye ő volt a kérdés, mert Simmons is irányító ilyen szempontból, de Simmons sokkal labilisnek tartom jelen pillanatban, és szerintem nem véletlen, hogy Dragicot vették föl, aki egy megbízható ember, hiszen Simmonstól nem lehet tudni, mit lehet várni. Hogyha ő maximálisan rendben van, akkor egy nagyon jó irányító tud lenni. Mentálisan nem lehet tudni, mit lehet tőle várni, vagy fizikálisan? Mind a kettő. Nem lehet tudni, amikor visszatér, ő milyen állapotban van. Persze föl fogják hozni fizikásan, amennyire lehet, de azért a meccs hiány valamennyire, én azt gondolom, jelentkezni fog nála, és főleg fejben, hogy mikor fog milyen döntés hozni, mert ezt láthattuk azért a Philadelphia-nál is, hogy az ő irányító szerepe már ott megkérdőjelezhető volt, hogy ő az a tipikus irányító, aki ugye majd a csapatot a bizonyos helyzetekben a legjobb döntéssel fogja kiszolgálni. Kyrie Irvinget említetted, hát Kyrie Irvingnek volt egy 38 pontos szezoncsúcsa a minap a Milwaukee Bucks ellen. Egyszerűen imádom mostanában, tehát Kevin Durant, amikor sérült, akkor olyan jókat tweetel, hogy az nem igaz. Kevin Durant azt írta a mahajnai teljesítmény, hogy ez egy spirituális élmény volt. Írta Kevin Durant kicsit odaszúrva Kyrie Irvingnek. Nagyon-nagyon jó meccse volt Irvingnek. De mennyire zavarja őt, hogy ő csak és kizárólag idegenben játszott. Tehát egy játékosnak az egyensúlyán, amit annyiszor elmondtad már te is, hogy mind egy játékosnak rengeteg minden múlik azon, hogy a szokásai szerint él. Az, hogy Kyrie Irving ránéz a naptár, és azt mondja, hogy legközelebb 8 nap múlva játszhatok. Ez mennyire köti össze a cipőfűzőt? Én azt hiszem, hogy ő egy különleges kutyagumi, hogy ilyen szépen fogalmazzak. Tehát az ő esetében én azt hiszem, hogy minden, ami úgy írott dolog, az ellenkezője is igaz. Tehát körülbelül, tehát olyan dolgai vannak, hogy egyszerűen nem lehet nála kiszámítani azt, hogy mi lesz a következő lépés. És se a pályán, ugye, evidencia, és ez az ellenfelek tudnák erről mesélni, se a pályán kívül. És az, hogy két hét után visszatér, és két hét után ugye idegenben dob egy nagyon jó csapat ellen 38 pontot,
az önmagából beszél, de ez a része nem is volt nála az ő játékán soha megkérdőjelezhető. Inkább az, hogy a nyaktól fölfelé éppen hogy alakulnak a dolgok. Van-e húzódás? Igen. Éppen a Brooklyn Nets-el lefolytatott trade miatt alakult át rendesen a Philadelphia 76ers, hiszen érkezett James Harden, viszont távoztak fontos láncszemek a csapattól, mint például Seth Curry. Láttuk már, hogy mit tud Harden egy mérkőzésen legalábbis Joel Embiiddel együtt. Mondom a reakciókat. James Harden, Joel Embiid, Tyrese Maxey, mind a háromnak fantasztikus mérkőzése volt. Joel Embiid azt mondta a meccs után, hogy soha a büdös életben az NBA-ben neki ennyi helye még nem volt. Láthatta szerintem azt bárki, aki látta azt a meccset, hogy Maxeynek is mennyivel több helye van, amiatt, hogy James Harden a pályán van. Egy meccs alapján mennyire kutyagumi ez a Philadelphia 76ers. Én semmit nem adnék erre egyelőre, mert mindenki ilyenkor azt mond, amit kell mondani. Hány meccs kell? Tehát itt azért az ő Harden esetében kell egy-két hónap, mert azt neki tudja, hogy hol fog kikötni, de annyi már nincsen, ugye. Tehát itt azért most már nem volt, hogy ő máshol fog menni, ezt a szezont azért befejezi Philadelphiában, de azért nem olyan egyszerű, és minden tökéletes, én azt gondolom, idő kell ahhoz, hogy ezek a játékosok megérezzék azt, hogy az első meccs jól sikült, persze pozitív, nagyon fontos, mindenki egyfelé tolt, de ezt hallhattuk, amikor Harden oda került a Brooklynhoz, amikor ott volt ugye a Houston Rocketsnél, és minden mindig kapott az elején, aztán valahogy mégse úgy mentek a dolgok, mert annyi minden történik, és történhet addig, hogy itt bármi, tehát az, ami most kinéz, hogy tökéletes minden, én erre nem sokat adok, bízom benne, hogyha a Bucksot nézzük, azért itt lesz valami kavicsa a gépezetbe bekerül, mert az biztos, hogy papíron ez a két ember egy nagyon veszélyes kettős. Hogyha megnézzük azt, hogy James Hardent kötsünk vissza egy picit Goran Dragichoz, akit igazából bármelyik csapatba beraksz, elmondja neki az edző, mit kér, Dragic megcsinálja, stabilan irányít, megbecsíli a labdát, stb. James Hardent és az ő stílusát, az ő játékát a mostani Philadelphia 76ers-be, ahol Doc Rivers más sem hangsúlyozott igazából idén, mint hogy menjen a labda, menjen a labda, menjen a labda, most valami egészen mást kell felépítenie két hónap alatt. Láthattuk, ugye kapja a labdát, és mind a másik négy ember ugye kihúzódik, és megfelelőképpen, ugye ahogy elmondta Doug Rivers, mindig legyetek résen, mert bármikor, bárhonnan jöhet a labda, és ezt meg kell szokniuk. Úgyhogy, ha meg nem, akkor húzzatok vissza. Így van. Tehát ez egy teljesen más dolog, és ezt be kell építeni a játékba. Tehát ez nem megy egyik pillanatról. Az a szerencse ilyen esetben, hogy olyan embert kell beépíteni a játékba, akinél a labda van. Tehát ez nagy különbség, mint hogyha egy centert kéne betenni a játékba, akit tömni kell labdával, vagy adni kell neki a labdát. Ő nála van a labda. És az ő nála van a labda, ő dönt arról, hogy ez a labda nála marad, vagy majd lepasszolja, vagy mit fog játszani. 2-2-t, ezás, leválás, vagy lepasszolja. Tehát egy csomó olyan dolog az ő kezé van. Ilyen szempontból gyakorlatilag bármi történhet, mert a labda nála van, és ez nagyon nagy segítség a beilleszkedés szempontjából. Viszont azzal, hogy jön valaki, akinél sokat van a labda, ki lett az, akinek a játékán viszont a legtöbbet kell alakítania ebből a 76ers-ből, akivel a legtöbbet kell most így beszélgetni a Doc Riversnek, de gyere ide, fiam, mert valamit még mondanom. Igen, úgy fogalmaznék, és te nagyon jó szépen próbáld körül, ki az, akinek be kell fogni a száját. Hát jó, nyelnie, mert neki nem lesz annyi esélye, és nem lesz annyi lehetősége, mint eddig volt. Tehát ilyen szempontból is azért szerencsés a szituáció Philadelphiában, mert az olyan játékosok, akik ott voltak még, az szépen el lettek sippelve, ugye? Tehát most olyanok kapnak lehetőségek, akik úgy állnak oda, hogy örülök, hogy játszom. Bármi van, megteszem, amit tenni kell. Itt az éles dolog, ugye itt Maxey esetében volt, de ő fiatal, és ő be fog állni a sorba. Embiid a nagy kérdés, mert Embiid ugye nem csak a Philadelphiát szeretné minél messzebbre lökni, és hanem ő szeretne most már MVP lenni. Hiszen minden évben ugye vagy sérülések, vagy valami keresztbe tett, vagy jobb játékos, és megint ott van, hogy ott billeg, hogy ő lesz, vagy nem lesz ott. Az ő esetében ez majd itt a hátralévő 21 mérkőzéseken, hogy hogyan alakul az ő pontátlagától kezdve minden, ez nagy kérdés. Nem úgy van, akkor senkit nem érdekel az MVP cím, mindenki csak bajnok akar lenni? De általában így van, de vannak olyan játékosok, akiket különösen érdekel. Jó. Milwaukee Bucks, Jániszt érdekli az MVP cím? Őt én azt hiszem már nem. Őt már nem? Őt már nem. Egy idézettel kezdeném. Jánisz azt mondta, hogy soha nem úgy kezdek egy szezont, hogy bajnok akarok lenni. Azzal kezdem a szezont, hogy legyünk jobbak minden nap, és lássam, hogy ez meddig visz minket.
Végül is még 29-en akarnak bajnokok lenni, összességében pedig olyan 4-5-6 csapatnak van erre úgy igazából esélye. Mondta ezt azután a vereség után, amit a Brooklyn Nets-től szenvedett el a Milwaukee Bucks. Jannist már nem érdekli az MVP cím, ezzel egyetértünk, de hol van az ő felső határa? Azt hiszem, hogy sosem érdekelte igazán. Tehát ő, az, a, tehát e, ő amit most mondott... Vonakodva vette át. Ő amit mondott, ő ezt gondolta 5-6 évvel ezelőtt is. Tehát lehet látni, hogy ő leül, hogy beszél a mai napig a médiával, milyen interakciói vannak a közönséggel, meg mindenkivel, ugyanaz az ember, aki volt. Ugyanúgy úgy humorizál, ugyanúgy nyilatkozik. Az újságíró. Igen, olyan kedves, és így van, pontosan. Tehát ilyen szempontból, ő, és ezt el is lehet hinni, hiszen ő neki nagyon mélyről kell jönni, és tényleg meg kell tenni mindent azért, hogy egyre jobb legyen a játék majdnem minden szegmensében. Hát persze van egy olyan adottsága, ami nem soknak van a ligában, ez azért nagyon jó alap, de ezt így is gondolja, és ezért tesz meg minden nap mindent, hogy jobb legyen. Beszéljünk a problémákról, mert a számok azért arról árulkodnak, hogy a Milwaukee Bucksnál vannak gondok, a csapat 5. keleten ebben a pillanatban, és nem nagy a távolság, 4 vereségre vannak az alapszakasz keleti elsője a Miami Heat mögött, de védekezésben 12. ez a Milwaukee Bucks, ami azért visszaesést jelent, és biztos, hogy Brook Lopez kiesésének ebben hatalmas nagy szerepe van. De mire számíthatunk Brook Lopeztől, és elromlott-e még valami a védekezésben? Én azt gondolom, hogy az nagy hiba lenne azt csak mindent Brook Lopezre ráfogni. Ő nagyon fontos láncszem volt. Ez kiderült ebbe az évben, mert ő ugye nincs, és sérült, és nem lehet tudni, hogy mikor fog visszaállni. Szerencsére jó hírek jönnek, és bízom benne, hogy ebbe a szezonban vissza fog térni, és nagyon sokan mások is, akik a Bucksot szeretik. De hogy csak őtőle várni azt, hogy ő lesz a megváltó, ez nem elég. Ugye a Bucks védekezésének azért volt több hibája is a korábbiakban is, annak ellenére, hogy összességében jó muzsikát, csak említem a 3 pontos védését, hiszen azt adta föl a Bucks, és az volt ugye Budenholzernek mindig a dolga, hogy egyszerre védeni a belső teret, és egyszerre védeni a 3 pontos, ez egy nagyon nehéz feladat, megnehezíteni meg kell a dobásokat, viszont arra mindig probléma volt, emlékezhetünk éveken keresztül arra, hogyha volt egy olyan csapat, akinek jó napja volt, és jól dobott kintről, akkor a Bucks nagyon nehéz este elé nézett. Úgyhogy ez egy dolog. A másik az, hogy a bajnokság után ugyanúgy, mint a többi csapatnál, itt is egyrészt nagyon sok sérült volt, nagyon sok ugye covidos megbetegedés volt, a csapat változott, kiestek mindig játékosok, de ezt elmondható többi csapatnál is, de ez mind-mind hozzá tartozik ahhoz. Ráadásul ugye egy bajnoki győzelemből érkezett vissza a csapat, ami automatikusan nagyon sokszor egy olyan természetes érzéssel tölt el, hogy örülünk, hogy jók vagyunk, és akkor ez talán működni fog a következőben, viszont amikor egy vadászó csapatból vadászott lett, most, és a Bucksnál ugyanígy van, ezt nagyon sokszor nagyon nehezen tudják ugye átvinni egyik évről a másikra, ezért is van olyan ritka dolog, hogy egy NBA ugye duplázik vagy triplázik. Apropó ritka dolgok, az sem mindennapos, hogy egy dopingügy után az NBA úgy dönt, hogy egy 3 éves eltiltást, nem mondom, hogy zárójelbe tesz, hiszen Tyreek Evans 3 éven keresztül nem játszhatott az NBA-ben 2019 óta, de most ezt felfüggesztették és visszatérhet a ligába. Az a Tyreek Evans, aki most 32 éves, ő nagyon-nagyon tehetségesnek indult, 2009-ben az év újonca volt a ligában, és az a Tyreek Evans, akinek neve a legtöbbször a Milwaukee Bucks-szal kapcsolatban hangzik el mostanában. Segíthető? Én azt gondolom, hogy ahogy te is mondod, hogy ha csak abból indulunk ki, hogy milyen tehetség ő, akkor valahol párzamot kell hozni, de Marcus Cousins-nal kapcsolatban. Elképesztő tehetség mind a két ember. De belőle kiszálltatok. Igen, kiszálltunk, de nem azért, mert nem volt elégedett a csapat vele. Tehát érdekes ez is, hogy nagyon sokszor az, hogy egy játékos megkapja egy, most ebben nem akarok belemenni, mert nincs idő, megkapja a következő 10 napos szerződést, vagy pedig kap egy szezon végéig, szóval nagyon sok más dolog is közrejátszik. Például az, hogy ugye a döntéshozók mit képzelnek el a hátralévő időszakban, hogy milyen lehetőség van a csere határidőig, föltölte a csapatot, vagy ugye a buyout market, amiről beszélgettünk, hogy onnan hogy lehet, és mennyi vagy helyet kell hagyni. Vagy akár Kazinc esetében, hogy visszatér Brook Lopez, vagy nem? Mit látunk? Így van. Tehát pontosan. Tehát nagyon sok összetevője van, nem feltétlenül azért engednek el valakit, mert nem tetszik, vagy nem felelt meg. És Kazinc esetében ez volt, hiszen megfelelt tökéletesen arra, amire kellett, de
a hosszú távra, vagyis hát a szezon végén nem. Tyreek Evans, ha abban indulunk ki, hogy az a játékos tehetsége ott van, az, hogy most mire képes, és hol van mentálisan, ez nagyon nehéz ezt eldönteni, és ezért kell az, hogy leüljenek és beszéljenek vele, és megnézzék azt, hogy mire lehet használni. Erre nem kérlek meg majd, hogy reagáljál, mert az nagyon nem lenne korrekt tőlem. Én amikor ezt a hírt olvastam, akkor azon gondolkoztam, hogy azért Tyreek Evansnek korábban is voltak ügyei, mikor megérkezett a ligába, már akkor is, és nagyon kevés olyan csapatot látok az NBA-ben jelenleg, ahol viszont az ott lévő játékosoknál fejben minden rendben van. Nem kell ilyen problémákkal küzdeni, mint amit mondjuk Tyreek Evans érkezése, feje akár jelenthet, és ha én lennék a Milwaukee Bucks, akkor én ezt nem kockáztatnám meg egy Tyreek Evans szintű játékosért, de ezt majd meglátjuk, hogy mi történik ezzel. Golden State Warriors, térjünk át nyugatra. Bármilyen furcsa, Kelet erősebb idén, mint nyugat, úgyhogy három keleti csapat mellett két nyugatival fogunk foglalkozni. Nyugaton igazából én két bajnok esélyes csapatot merek mondani, az egyik a Warriors, a másik a Phoenix Suns. Van-e harmadik? Nem, én is ezt gondolom, ők ketten jelen pillanatban. Mondhatnám, hogy Los Angeles Lakers, hogy a Lakers hívei örüljenek, de egyelőre nem mondok ilyet. Memphis és a Jazz sötét ló. Én azt gondolom, hogy, és nem lehet tudni a Denver Nuggets, mi lesz akkor, hogyha visszatérnek a két ugye kezdő játékosa a sérüléséből, és nagy valószínűséggel vissza fognak térni, és még van annyi idő, hogy összeáll a csapat, akit nagyon nehéz volt megverni az elmúlt években. Úgyhogy azért ott nyugaton is azért van egy-két sötét folt, amit nem lehet tudni, és nem lehet csak úgy ráfogni arra, hogy én azt gondolom, a Phoenix Suns az a csapat, aki egy személyben most a legvalószínűbb, hogy ő fog menetelni, és így van a második helyen a Golden State, és a többit, akire nem beszélt. Oké, Warriors, van-e éhesebb csapat a bajnoki címre ebben a pillanatban a ligában, mint a Golden State Warriors, mert szerintem nincs. Újra ott a Splash Brothers és Draymond Green. Nincs itt Durant, sőt, adott esetben egy döntőben akár ellene lehetne bizonyítani, hogy őt is meg tudjuk verni egy döntőben. Két év szenvedés, totális szenvedés egy előtte ötször zsinórban döntőt játszó csapatnak. Szerintem a legmotiváltabb csapat a bajnoki címre jelenleg az NBA-ben a Warriors. A legmotiváltabb? Azt nem mondanám, hogy a legmotiváltabb csapat. Melyik a legmotiváltabb? Én azt gondolom, hogy legalább olyan motivált a Philadelphia, akiről beszéltünk, a Brooklyn Nets olyan motivált. Tehát ez a két csapat biztos, hogy motivált, hogy oda kerüljenek. A másik oldalon a Phoenix Suns biztos, hogy motivált. A Lakers nem mondom, mert ők szeretnék motiváltak lenni, megint csak, hogy visszahozzam. És a többi csapat vár, ugye, amit tetted a Memphis, akit nem lehet leírni egyáltalán. Tehát azért van egy-két motivált csapat. Én azt hiszem, hogy a különbség az, hogy a Golden State-ben, és ugye említett Draymond Green, aki most nem egészséges, és a derekával bajlódik, és ez ő egy nagyon fontos láncszem, hogy az összes csapat lehet motivált, a Golden State Warriors tudja, hogy hogyan kell eljutni odáig, és ez óriási különbség. Nem egy játékos, nem kettő, hanem az a maga, hogyha fizikálisan és egészségesen rendben vannak, akkor ők tudják, hogy mi kell ahhoz, hogy nyerjenek, mi kell ahhoz, hogy többször nyerjenek, és ezt nem lehet megunni. Tehát a győzelmet és a döntőt játsza, ezt nem lehet megunni, úgyhogy én egyetértek azzal, hogy ők nagyon motiváltak lesznek. Éppen azt látjuk most, amit mostanában a pályán nem láthatunk, vagyis hogy Draymond Green mennyit segít Steph Currynek a pályán. Mert hogy Steph Currynek kapcsolatban elmondtuk nagyon sokszor novemberben, decemberben, januárban már nem, hogy MVP formában játszik. Az óévben abszolút MVP formában játszott, és aztán eljött a január, amely, ha hiszitek, ha nem, Steph Curry pályafutásának első olyan hónapja lett, amikor legalább 100 triplát bedobott, és 40% alatt dobta a triplát. Soha pályafutása során ilyen teljes hónapja nem volt. És most azt látjuk, hogy 37,8-en áll, amire még soha nem volt példa egy teljes szezonban. És akik elemzik azt, hogy mi történik Steph Curryvel, azok azt látják, hogy nincs Draymond Green, egyre több a nehéz tripla. Tehát, hogy már nem annyira tiszták azok a dobóhelyzetek, mert nincs mellette ott Draymond Green. Igen, nagyon fontos dolog egyrészről az, hogy kikkel játszik a játékos, és ez az olajozott gépezet mennyire tud működni, hogyha egy fontos láncszemet kiveszünk, és mennyi idő kell, hogyha kiveszünk egy láncszemet, aki helyére lép, az ugyanúgy, vagy hasonlóan föl tudja venni, vagy akár többen föl tudják venni azt az űrt, amit az egy hagy, és jelen pillanatban ezt látjuk, hogy nem igazán tudják felvenni ezt, és
Ha tudjuk azt, és elemezzük azt, és nézzük azt, hogy mennyi időn keresztül, hogy Steph Curry hogyan kerül helyzetbe, tehát mennyi mozgás kell hozzá, hogy évek óta ő miért ilyen sikeres a ligában, és hogy hova jutott ezzel, és azt, hogy a liga védekezése merre felé tart, és hogy mennyit tudják kiszámolni és megmondani azt, hogy hogyan kell a legjobbakat is védeni, vagy legalábbis megnehezíteni azt, amit te is mondasz, hogy nehéz triplák, hogy őt nem lehet leállítani, mert a mozgása megvan, tudja, hova kell menni, egy csomó ösztönszerűen csinál, másik a szisztéma, viszont megnehezíteni a dobását, azt meg tudják. És ilyen szempontból ez abszolút hozzátartozik az, hogy van olyan hónap, amikor nem úgy jönnek össze a dolgok, és ez egy olyan hónap, de leírni Steph Curryt soha nem szabad. Nagyon motiváltak, tudják, hogy hogy kell csinálni, de van-e lyuk ezen a Golden State Warriors, ami egy picit elviszi azért a gondolkodásunkat, hogy Draymond Green, meg a Splash Brothers, Klay Thompson visszatért, és jól néz ki, 17 pontot átlagol, de azért van-e itt olyan csapatrész, ami azért még egy picit recseg? Én azt gondolom, hogy kíváncsi ezek, hogy Wiseman vissza fog térni, hogy ugye ő az újonc, aki nem nagyon játszik eddig, és őt hogy tudják beépíteni, mert kell magas ember. Én azt gondolom, kell azért magas ember ott, aki emlékezhetünk a bogotokra, akik ugye ott voltak, amikor nyertek. Tehát kell olyan ember, aki leszedi a lepatronokat, jó elzást ad, ne talántán jó passzokkal találja meg az embert, és nem tudjuk, hogy Wiseman mennyire, mert ő nagyon fiatal játékos, mennyire fog ebbe a rendszerbe beépülni, viszont azzal, amilyen adottságai vannak, biztos, hogy segíteni fog. Mind védekezésben, mind ugye támadásban. Én megvárnám azt, amikor ez a csapat kompletten együtt fog játszani. Te Bogutra emlékszel, én Pácsuliára, de ez az én problémám. A Phoenix Suns az utolsó csapatunk, a fő bajnok esélyes, az első számú bajnok esélyes, az a csapat, amelyik igazából utcahossza van a mezőny előtt, mert 6 mérkőzéssel vezetnek. Mennyivel erősebb, ha erősebb ez a Phoenix Suns, mint a tavalyi együttes? Én azt gondolom, hogy azzal mindenképpen erősebb, hogy tapasztaltabbak. Tehát egy meglepetés csapatból egy bajnok esélyes, első számú bajnok esélyes, vagy első között lévő bajnok esélyes csapatot látunk, akikben minden egyes játékos tudja azt, hogy miért lépett az első nap a pályára és az edzésre, hogy hova akarnak eljutni. Most már nem meglepetést akarnak, mert nem sorozatokat akarnak, mert nem rájátszásba bejutni, meg jól szerepelni, hanem igenis, ha ott van, bekerülni a döntőbe, és ott nem elbukni. Tehát ott az a legrosszabb, hogy bekerülnek és elbuknak. Viszont most ugye ez a kérdés, hogy fogják azt az űrt, amit ugye Golden State-nél láthatunk, ugye Draymond Green-nél, most a CP3-nál, Chris Paul esetében, hogy fogják ezt átvészelni. 6-8-7. Azt mondják Chris Paul sérüléséről, hogy 6-8-7, tehát valószínű, hogy közvetlenül a rájátszás előtt térhet vissza, talán 1-2 héttel előtte. Majd láthatjuk ma este, hiszen 9:30 a Phoenix Suns Utah Jazz mérkőzés, hogy ebben a helyzetben jelenleg Devin Booker irányít, mert hogy Cameron Payne sincs, jelenleg ő is sérüléssel bajlódik. És hát mondhatnánk erre, hogy hát igazából nem probléma, hát Devin Booker irányított éveken keresztül ebben a Sunsban, csak akkor 20 győzelmük volt. Óriási meccs lesz, tehát nagyon várom ezt a mérkőzést, mert mind a két csapat remek formában van, és mind a két csapat bajnok esélyes, és nyugatról valamelyikük ki fog kerülni nagy valószínűséggel. Úgyhogy egy nagyon érdekes mérkőzés, ezt bízom benne, hogy nagyon sokan fogják nézni. Én azt hiszem, hogy Chris Paul amennyit letett már a ligában, és ennek a csapatnak, hogy mekkora hasznára lett, de bármely csapatban, ahol játszott, őt pótolni nem tudják. És Devin Booker ugye átvett az irányító szerepet, ez egy sokkal nagyobb nyomás rajta, én azt gondolom. Persze el tudja vezetni egy olyan csapatot, akár egy ilyen csapatot is, hiszen megvan a tudása hozzá, viszont kérdés az, hogy mennyit fog ez kivenni belőle, ugye ez teljesen más koncentrációt igényel, döntéseket hozni mások részére, és döntéseket hozni csak a magad részére idézőjelben. Teljesen más felfogást is igényel, és annak ellenére, hogy játszott ő ezt, én nem vagyok benne biztos, hogy ez hosszú távon megfelelő lesz, úgyhogy valószínű Payton visszatérését nagyon várják. Payton visszatérését nagyon várják, és ha van csapat, ahol azért elég hangosan beszélnek a buyout marketről, és hogy onnan irányítót kell hozniuk, az a Phoenix Suns, nagyon sok név előkerül, hogyha elérhetővé válik Augustin, hogyha elérhető Corey Joseph, meg még 150 név, egy rutinos, tapasztalt irányító kell ide, biztos, ami biztos alapon ilyenkor? Igen, én azt gondolom abszolút, egy olyan játékos kell, aki stabilitásod erre a posztra, és akiket neveket te soroltál, ők igenis tudják helyettesíteni
nem tökéletesen természetesen, de viszont nem kerül akkor a nyomás alá, ugye a második lenni Osztály Booker, és nem, tehát minden mehet úgymond abba a kerékvágásba, amiben eddig volt, ami működött, nem kell átalakítani az egészet, és nem kell egy olyan szituáció bekergetni játékosot, amiben nem feltétlenül érzik otthon sem magukat. Abban akkor megállapodunk, hogy a Phoenix Suns a legnagyobb bajnok esélyes. A top 3 bajnok esélyesed most sorrendben hogy néz ki? Hú, nagyon nehéz mondani, mert hiszen legalább 7 csapat esélyes csak keletről. A kettőt említettél már ugye nyugatról, tehát ez már 9 csapat. Tehát most ne, most egy harmadát meghagyhatom. NBA szurkolónak lenni, vagy aki az NBA kosárra szereti, tehát ilyen nem nagyon volt még. Ugye, egyszerűen szenzációs, és az utolsó 21 meccs most az alapszakaszban brutál lesz. Úgyhogy ha kit kell kiemelnem, én azt gondolom, hogy 3-at nagyon nehéz, Phoenix Suns elsőként ott van, másik oldalon én remélem, hogy a Milwaukee Bucks továbbra is ott van, és harmadik válaszunk ugye a Nets és a Golden State Warriors közül, hogyha egészséges és papíron minden rendben van, akkor én azt gondolom, hogy ez a két csapat közül valamelyik nagy esélye ott lehet. Okay. Tartunk egy rövid szünetet, és aztán foglalkozunk a Utah Jazz-zel is, hiszen őket közvetlenül a mostani eljük után láthatjuk majd a Phoenix Suns ellen, úgyhogy megnézzük, hogy áll a Jazz, mindjárt jövünk.